bevezeti a mezőnyt. Kocsi a tépőfog, úgymond megeszi a pályát reggelire, de Szippancsfej és Rick Wheeler is a nyomában vannak. Méghozzá szorosan. Már értem, hogy ez a pálya miért tüzeli úgy fel a pilótákat. Rick, ez az utolsó kör, és létfontosságú, hogy megnyerjük ezt a versenyt. Nincs esélyed, ha csak el nem kezdett, azonnal hajrá! Ne haragudj, Jody. Tudod, hogy szívesen csevegnék még veled, de meg kell nyernem ezt a futamot. 2201-re a közlekedési technikában történt radikális változások hatására az emberiség ismeretlen bolygókkal, életformákkal és újfajta veszélyekkel került kapcsolatba. Ebben a korban egy új sport ejti rabul galaxisunk lakóit, amelyet a sebesség iránti vágy keltett életre. F-Zero, a múlt árnyai. Utolsó kör! Nem fogsz megelőzni, Wheeler! Itt a nagy esély számomra, hogy bebizonyítsam, sokkal jobb vagyok nálad! Ez nem volt szép! Kösz, haverlény! Csak emlékezz erre legközelebb, ha nekem lesz rád szüksége! Ebben biztos lehetsz, hogy fogok vörösvei cimborám! Lefoglalom Wheelert, amíg te szépen besétálsz a célba! Ég áldjon, Wheeler! Jól odalépett a féknek! Így is én fogok nyerni. Akkor indulás! Nem tudnál megvárni? Rick átvette a vezetést. És Jack is ott van a második helyen. Ricky fiú lenni csodálatos pilóta. A versenyeken elért győzelmek biztosan sok emléket idéznek fel. Úgy látom, az F-Zero rajongóknak új hőse született! Hé, az az én újságom, Jack! Nem elég, hogy nap mint nap Wheeler fejét kell bámulnom a munkában. Most már mindenhol ott vigyorog az a kis ficsúr. Igazán hálás lehetné Ricknek, mert rajta múlt, hogy a második helyen végeztél a megalázó negyedik helyet. Nincs szükségem egy hurka segítségére, mert én vagyok a legjobb! Ha úgy érted, hogy nagy képűségben, akkor 100%-ig egyetértek. Szia, Rick! Nézd csak, hát itt a címlap, fiú. Kösz, hogy két fotózás közben bejöttél végezni a napi kötelességeidet. Nincs semmi közöm ahhoz a címlaphoz. Az engedélyem nélkül használták fel a képemet. Miért nem ismered el, hogy imádod az új F-Zero Superstar szerepét? Csak a munkámat végeztem. Nem szívesen lennék a helyében. Ez az alak azt sem tudja, hogyan örüljön, ha a győztesek közé kerül. Én szívesebben lennék komor győztes, mint olyan komor vesztes, mint például te. Ha Wheeler így folytatja tovább, az ő neve fogja meghatározni az egész versenyt. Jó, hogy kivettük a srácot a frigiderből. Kockázatos húzás volt, de valami azt súgta, megéri. Olyan kivételes adottságai vannak, amik sok trófeát fognak még szerezni a csapatunknak.
Ez remek! Minél többet, annál jobb. Az irodámban fogom tartani az összeset, hogy a főnök jól láthassa, ha alkalomattán benéz hozzám. Azt hiszem, emiatt még gondjaink is lehetnek, Tanaka. Igazad van, Jody. Ez tényleg komoly problémát jelenthet, de ha több helyre lesz szükségem Wheeler díjainak a tárolására, kérek egy nagyobb irodát. Ébredj már fel, Tanaka. A baj csupán az, hogy Wheeler túl sikeres. Mi az, hogy túl sikeres? Azt hittem, az a dolga, hogy legyőzze a rossz fiúkat. Nem így van? Azért vagyunk itt, hogy legyőzzük a sötét milíciát. Akkor mivel van gond? Ha Wheeler nyeri az összes pénzt, amire ők is pályáznak, ő lesz a fő célpontjuk. És mit tudnak tenni ellene? Fekete Árnyék és bandája nem riadnak majd vissza semmitől, hogy félreállítsák Ricket az útból, méghozzá örökre, mert nem engedhetik meg, hogy a pályán maradjon és győzzön. Wheeler, kulcsfontosságú missziónk sikerében. Tégy meg mindent, hogy a sötét milícia ne árthasson neki. Igenis, értettem. Helyes! Beledokkannák, ne fordítsanak hátat! Ezen a helyen kizárólag szerencsétlenek dolgoznak! Gondolom, magadat is beleérted ebbe! Ez meg ki volt? Fekete Árnyék, nem vettelek észre! Csalódott vagyok az utolsó két verseny végkimenetele miatt! Hidd el, hogy én is! De szerintem Wheelernek pusztán csak szerencséje volt kétszer egymás után. A te véleményedet cseppet sem érdekel, Zoda, tehát fogd be a szádat! Ezt a Wheelert mi hamarabb meg kell állítani. Bíztam benne, hogy neked menni fog, de alkalmatlan vagy a feladatra. Szörnyen sajnálom, uram. Ő itt Halálfej, a galaxis leghatalmasabb és legkegyetlenebb mágusa. És ő hogyan fog segíteni nekünk? Úgy, hogy használja a varázs erejét Wheeler ellen. Megidéz valakit a kis patkány múltjából. Na, de kicsoda? Egy olyan embert, akit nem látott már több mint 150 éve. Most azonnal láss hozzá a tervünkhöz, Halálfej. Zoda, te pedig mehetsz a műhelybe dolgozni a kocsikon. Kátrázatosan ügyes voltál a pályán. Köszönöm, Haruka. Még egy győzelem, és biztos te leszel az év legjobb pilótája. Csak ne kiabáld el. Rengeteg kivételes versenyző akad még a pályán, és bizony a szerencsém sem tarthat örökké. Ez nem szerencse, Rick. Mind közül te dolgozol a legkeményebben a sikerért. Megérdemled, hogy te legyél az első. Köszönöm. Ez sokat jelent nekem. Mindenki így gondolja, nem csak én. Nem tudtam volna mindezt elérni, ha te nem tartottad volna bennem a lelket. Kedves tőled. Haruka, nagyszerű lenne megnyerni a versenysorozatot, de az én figyelmemet jelen pillanatban egy sokkal fontosabb díj köti le. Elvesztettem. Jött végre az én időm. Szevasz, Rick. Mit adhatok?
A szokásosat. Már is hozom. Mondd, miért lógatod ennyire az orrod, Rick? Örülnöd kéne, mert most nyerted meg zsinórban a második versenyed. Ah, nem nagy dolog. Rick! Csak ugratsz engem, ugye? Van nálam egy hologram, ami bizonyítja. Attól félek, túl késő van. Éppen most készülök bezárni. Micsoda mamlasz. Bocs, rácok. Jó éjszakát nektek! Kösz szépen, Bert. Azt hiszem, szükséged van egy kis időre, hogy mesélj. Kezdhetnéd az elején. Bert, vesztettél el valaha olyas valakit, aki igazán érdekelt? Igen. Előttünk állt az egész élet. És egyszer csak jött az a hívás a rádiómon. Fegyvere van és nagyon veszélyes. A gyanúsított egy barna szedánnal a Brooklyn híd felé tart. Biztosan nagyon megrázott, amikor ezek után felébresztettek. Azt mondták, hogy 150 évig voltam hibernálva. De én nem akartam elhinni, és rohantam a híthoz, hogy láthassam Harukát. De amikor végre a híthoz értem, azóta folyton csak őre gondolok. Nem tudom kiverni a fejemből. De ha tudnám, akkor sem biztos, hogy el akarnám felejteni. Tudom, hogy mennyire fáj, de túl kell tenned magad rajta. De mégis hogyan? Hogy felejthetném el, hogy Zoda tönkretett engem? Mindenem, amin volt. Minden. Elveszett. Kísért egy régi valaki szelleme, egy lányé. Engedd meg, hogy könnyítsek a tudatodon. Csontváz. Kösz szépen. Sajnálom, de attól tartok, vészhelyzet van. Mi történt? Most kaptunk egy hívást egy nőtől, aki azt állítja, hogy a sötét milícia elől bujkál. Hol találom meg? Belváros, Fulton és Broadway sarok. Biztos, hogy a sötét milícia is a nyomában van. De ha sietsz, talán még odaérhetsz előttük. Semmi probléma. Már úton is vagyok. Valahol itt kell lennie. Elnézést, hölgyem, segíthetek? Hogy talált meg engem? Bocsánat. A Galaxis rendőrségtől vagyok. Megkaptuk a hívását a központba. Oh. Induljunk! Hát ez igazán könnyen ment.
Minden rendben, hölgyem. Biztonságban van. Nem vagyok valami nagy szakács, de a kávém nem olyan borzalmas. Nagyon köszönöm. Ha szabad megjegyeznem, még nem tudom a nevét. Bocsánat, a nevem Sofia. Úgy hallom, magát üldözi a sötét milícia. Apám egy teherszállító hajó kapitánya volt, ami ide-oda utazott a galaxisban. Legtöbb útjára elvitt engem és anyámat is, de az egyik ilyen út alkalmával... Fekete árnyék megtámadta a hajót. Elkobozta az egész rakományt és túszul ejtett mindhármunkat. Megfenyegetett, hogy ha nem dolgozunk neki, bántani fog minket. Tudtam, hogy nem helyes, amit tesznek, így amikor egy éve elvesztettem a szüleimet, kerestem a lehetőséget a szökésre. Nagyon sajnálom, Sofia. Csak nincs valami baj? Dehogy, csak nagyon emlékeztet valakire. Kire? Valakire, akit annak idején ismertem. Bocsánat, csak elfelejtettem. Elfelejtettem, hogy meg kell mondanom a főnökömnek, hogy idehoztam magamhoz. Nem emlékszem, hogyan kell kapcsolatba lépni a központtal. Lucy elmondta egyszer, de nem figyeltem arra, hogy mit mond. Rick, ki volt az a lány, akire emlékeztetlek? Ahogy kimondod a lány nevét, abban a percben elkárhozol. Harukának hívják, csak mondd ki. Mondd ki a nevet, és az életed véget ér. Nem menekülhetsz örökké a múltad elől. Nem árulod el nekem, hogy hogy hívták? Úgy hívták, Haruka. Nem kapok levegőt! Remek, tehát működik az átok. Miféle átok? Az átok, amelyik megölt téged. Kimondtad a nevét, megpecsételted a sorsod. Te boszorkány! Ne mozdulj! Mindjárt együtt leszel a kis kedveseddel! Mágus vagy. Nekem kéne eltüntetnem téged. Csak még egy esélyt adj nekem, fekete árnyék. Van még pár működőképes bűbájom. Zombikat küldtetek rá, vagy varangyá is változtathatom. De ha akarod, kocsvaszthatok neki valami hatásos kis mérget is. Ez az! Csinálhatnék egy mérgezett almát is. Csendet! Még egy szó, és oda küldelek, ahol egyébként is feküdnöd kéne. Ezek ketten még hasznosak lehetnek. Tagjai lehetnének a szervíz csapatomnak. Én még nem fejeztem be. Ha kell, a versenypályán állok bosszút Wheelerön. Valaki pusztíts el Wheelert, nem érdekel, hogy ki csinálja. De valaki intézze el. Szenvedni fogtok, ha újra cserben hagytok. Jó, ha ti ketten félreálltok az utamból, Wheeler kizárólag az enyém. Résen kell lenned, Rick. Manapság a nők már nem olyan gyengédek, mint annak idején. Na nem mond, tényleg? Finomabban! Akárki is volt ez, biztos a sötét milíciának dolgozott. Egyetértek. Minél több versenyt nyerünk, fekete árnyék, annál inkább próbál majd megállítani minket. Mostantól nem csak a pályán, hanem azon kívül is oda kell figyelnünk. Az életünk múlik ezen, érte vagyok? Igenis, Johnny! Köszönöm, hogy vigyázol rá. És erre is. Magyar hangok. Pálmai Szabolcs, Szokol Péter, Ullmann Zsuzsa, Tarján Péter, Bogdányi Titanilla, Pálfai Péter, Faragó András. Magyar szöveg Pál Dávid. Hangmérnök Hidvégi Csaba. Vágó Mendre János. Rendezőasszisztens Szász Andrea. Gyártásvezető Boskó Andrea. Szinkronrendező Gyarmati Gergely.
Producer Kovács Zsolt. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Synchron Systems készítette.